Na és akkor már is jöttünk ide a Cédrus Ligetbe egy kis segítségért. Köszi szépen, hogy fogadtál bennünket. Műhelytitkot elárulok, folyamatosan, Szandra folyamatosan telefonál, nem véletlenül, hiszen sok az érdeklődő, meg látom, hogy nagyon benne vagytok a pörgésbe, úgyhogy nem is raboljuk sokáig az idődet, viszont nagyon fontos információ az ingatlan piacon Szegeden, jön a BYD, épül még minimum 4-5 gyár, ebben biztos vagyok a következő 1-2 évben. Ilyenkor már mi is megírtuk, az ingatlan piac reagál, és hirtelen beindul a dömping. Ti mit éreztek itt a Cédrus Ligetben? Abszolút igaz, a tapasztalatokat én is csak alátámasztani tudom, mind értékesítés, mind pedig albérletesztetés szempontjából. Ugye a gyárépítésnél ott főleg inkább ugye, akik időszakosan érkeznek az albérleti piac, ami megváltozni látszik. Ezen kívül ugye a nyár közelettével érkeznek a diákok, itt a magyar diákokat és a külföldi diákokat ugye egyaránt érthetem ezen. És amiről már korábban is beszéltünk, mindattól függetlenül, hogy ugye érkeznek az újak, ettől függetlenül az albérleti piac olyan szempontból is változást mutat, hogy a nagyobb ingatlanok is előtérbe kerülnek és keresetté válnak, mert hogy családok is most már egyre inkább választják azt, hogy albérletbe költöznek, úgyhogy nálunk ez a modell is azt mondom, hogy felívelőben van. És akkor van itt ilyen nagy lakás is, ha esetleg valaki nem tudná, a weboldalon mindent meg lehet nézni. Így van, ez nagyon jó. Így van. Meg mi is azért majd bekukucskálunk egy nagyobba, meg egy kisebbbe is, hogy a Szeged365.hu family tagok lássák. Viszont én úgy tudom, hogy nektek egy nagyon jó kis konstrukciótok van arra is, hogyha valaki vásárolni szeretne, de mondjuk hirtelen belenyúl a zsebbe, és nincs meg az az összeg, és mondjuk a bankban még nagyon sokáig húzzák az időt, akkor erre van egy nagyon jó kis konstrukciótok. Így van. Ez is a weboldalon amúgy nagyon jó példával számszerűsítve megtekinthető. Ez a 20%-os önerős vásárlási lehetőség, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy 3-5 éves fizetési intervallumban, ha 20% önerőt befizeti a vásárló, akkor van egy maximum 5 éves időintervalluma, amiben bármilyen ütemezés, ami számára ideális, fizeti a vételárat, és mindemellett egy kedvezményes bérleti díjat fizet, tehát tulajdonképpen kedvezményesen lakik a saját ingatlanjában, egészen addig, amíg ki nem tudja fizetni teljesen. Na, ez nagyon jól hangzik, és egyébként azt kell, hogy mondjam, otthon a 17 éves nagylányom is ide jár, képzeld el, már ahova beszabad így jönni, fotózkodni, mert azt mondja, hogy ez csodálatos, és ez most nagyon trendi a fiataloknál, nem véletlenül nézzétek meg, milyen szép most is a szegedi napsütésben. Sziasztok! Sziasztok!